Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 43. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban is több témával várjuk Önöket a képernyő elé. Tartsanak velünk! Megtartotta alakuló ülését Felső Zsolca város képviselőtestülete. A 2014-2019-es önkormányzati ciklus megválasztott polgármestere és képviselői tették le esküjüket. Az erről készült felvételünket láthatják. Köszöntöm a képviselőket, a Helyválasztási Bizottság tagjait, a megjelent állandó meghívottakat és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték a ülést. Megállapítom, hogy Felső Zsolca város önkormányzati képviselőtestületének alakuló ülése 8 főre határozatképes. Egy képviselőjelölt távolmaradását megállapítom. Jegyzőkön hitelesítőknek Nádi Gyulát és Kucskár Tündőt vállalják el képviselni. Igen. Köszönöm. Javaslom első napi rendi pont megtartását, amely dr. Hegyszeri Andrea, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről hangzik el. Felkérem dr. Hegyszeri Andrea tájékoztatóját. Tisztelt képviselőtestület! 2014. augusztus 8-án a képviselőtestület zárt ülésen választotta meg a Helyi Választási Bizottság 3 tagját és további 3 fontagját. Az első és egyben alakuló ülésre augusztus 19-én került sor. Az ülésen az eskütétel után helyválasztásra került a bizottság elnöke és elnök helyettese. Ezt követően folyamatosan több ülésen nyilvántartásba vett 40 önkormányzati képviselő, 4 polgármester és 11 nemzetiség önkormányzati képviselő jelölte döntött a szavazólapok adattartalmáról, a szavazatszámláló bizottságra történő megbízás visszavonásának elfogadásával, kifogás elvonulásával. A jelölt elvonulás után Sarrendben a Fidesz kábélyentő és dr. Tóth Lajos független jelölt bízott meg további szavazatszámláló bizottsági tagokat, illetve a Fidesz kábélyentő bízott meg további egy tagot a Helyi Választási Bizottságba is. A Helyi Választási Bizottság a továbbiakban figyelemmel kísérte a választás teljes körű előkészítését és a választás lebonyolítását. A bizottságnak a választás eredmények megállapításában volt kiemelkedő szerepe. A bizottság elnökeként megállapítottam, hogy a választási szervek, a választási bizottságok és a választási iroda tagjai valamennyien felkészülten, hozzáértéssel, pontosan a felmerülő helyzetet azonnal gondolva, szolgálatkészen végezték feladatokat, illetve segítették a bizottságban kellett. A választás összesített adatai a következő. Polgármester választás eredménye. A népjegyzékben szereplő választópolgárok száma 5445 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma 2768 fő, az urnában lévő szavazólapok száma 2768, ebből érvénytelen szavazólap volt 36, és érvényes szavazólap 2732. A
települési, nemzetiségi, önkormányzati képviselők választásának eredménye következő. A bolgár nemzetiségi önkormányzat esetében a négy jegyzéken lévő választópolgárok száma 77, szavazóként megjelent választópolgárok száma 47, az urnában lévő szavazólapok száma is 47, nem volt érvénytelen szavazólap, csak érvényes szavazólap volt 47. A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás során a négy jegyzékben levő választópolgárok száma 289, szavazóként megjelent választópolgár 136, az urnában lévő szavazólapok száma 136, ebből érvénytelen volt 9, és érvényes szavazólap 127. A választás eredményeit, illetve a megválasztott polgármestert, az önkormányzati képviselőket, nemzetiségi önkormányzati képviselőket, a mellékletet tartalmazza, ennek megfelelően városunk polgármestere, dr. Tóth Lajos József 1460 érvényes szavazattal, az önkormányzati képviselőválasztás eredménye a 8 képviselő Nádi Gyula, Nagy Róbert, Rimán János, Széchenyi Sándorné, Kassai Attila, Kocskár Tibor, Pásztor Erik és Kodja Zsolt képviselő. A bolgár nemzetiségi képviselő Major Ádámné, Molnár Attiláné és Karamarina Jordánka Jordánova. A roma nemzetiségi képviselők pedig Hampó Ernő, Aranyosi Elemér és Bendők Attila. Gratulálok polgármester úrnak és az önkormányzati képviselő uraknak. Köszönet illeti önöket azért, hogy vállalják a feladatokat, melyek a városunk jelenét teszik stabilre és jövőjét alapozzák meg. Kívánom, hogy közösen végzett munkájuk eredményes legyen, szolgáljuk Felsős utca felemelkedését, településünk lakóinak megelégedésére. Ehhez kívánunk sok erőt, kitartást és jó egészséget. Most pedig polgármester úrnál átvettek megbízó levelét, és az önkormányzati képviselőket kérem, hogy vegyék át megbízó levelet. Az első napi rendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm dr. Heitzei Andreának a beszámolóját. És második napi rendi pontunk a képviselők estétele következik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 28 paragrafus 2-es bekezdés értelmében az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alapuló ügyintézést tesz, és ebből a dokumentum írja alá. Felkérem dr. Heitzei Andreát, a Helyválasztási Bizottság elnökét, hogy a képviselőktől az estét legyen. Kérem képviselőtársaimat, hogy az esti tételre szíveskedjenek felsorakozni az asztal előtt félkeményben. Kérem a képviselőket, hogy együtt mondják utánam az esküszövegét. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem.
lelkismeretesen cselekszem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. És most felkérem az önkormányzati képviselőket a megbízó levelek átvételére. Felkérem Hádi urat. Gratulálok. Nagy Róbert urat. És gratulálok. Rimán János urat. Gratulálok. Széchenyi Sándorné asszonyt. Gratulálok. Kassai Attila urat. Gratulálok. Kucskár Tibor urat. Gratulálok. Pásztor Erik urat. Gratulálok. És Hogya Zsolt urat. Gratulálok. Gratulálok mindegyikoknak, és felkérem a most már esküdtett képviselőket Kádlik Dánál írják alázatnak. Kérem polgármester urat, hogy az esküszövegét szíveskedjen utána mondani. Én dr. Tóth Lajos. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredendő feladataimat. Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében. Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Megtörtént a szavazás, minden egyes jelöltre 9 érvényes szavazat érkezett. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a titkos szavazáson a képviselőtestület 9 igen, 0 nem szavazattal Nádi Gyula társadalmi megbízatósuló alpolgármesternek választotta. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a titkos szavazáson a képviselőtestület 4 igen, 2 nem szavazattal Kolenko Gábort, a nem a képviselőtestület tagjai közül fővárosi polgármesternek választotta. Megköszönöm a szavazatszámláló bizottság vezetőjének a szavazással kapcsolatos munkáját és a tagoknak. Hirdetem a határozatot. Felsőoldza Város Önkormányzat képviselőtestülete titkos szavazással társadalmi megbízatású alpolgármesternek Nádi Gyula képviselőt választotta meg. Felelős dr. Tóth Lajos polgármester, határidő azonnal. Felsőoldza Város Önkormányzat képviselőtestülete titkos szavazással főállású megbízatású alpolgármesternek Kolenko Gábort választotta meg. Felelős dr. Tóth Lajos polgármester, határidő azonnal. Az alpolgármester úrnak felkérem az estütételre, továbbá megkérem a jelenlevőket, hogy az estütétel idejét szíveskedjenek állapodni. Én Nádi Kolenko Gábor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat.
a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenünk is segítségünk. Köszönöm szépen. Mindenki tegye a dolgát a törvények és szabályzatok értelmében. Véleményem az, hogy ennek a városnak nem érdeke a rossz indulatú hírkeltés és híresztelés. A mai naptól ismételten a polgármesteri program végrehajtására kívánok koncentrálni, az új képviselőtestület támogatásával Felsőzsolca további fejlődése érdekében. Most pedig megköszönöm a képviselőknek és a meghívottak részvételét, és az alakuló ülést bezárom. Kérem, maradjon mindenki a helyén. És kérném szépen Bágási Feri bácsit, fáradjon ide a mikrofonhoz, és a versét adja elő. Istenem, ne hagyd el ezt, ami megmaradt magyar nemzetet. Istenem, szedd össze a világon szétszórt, száműzött magyar népeket, hozz vissza hazáját, hogy legyen tiszta szívű Isten, például nagy magyar nemzetet. Hol vagy István király? Téged magyar kíván, hol vagyok ki régi nagy magyar vezéred? Segítsetek, mentről nagyjátok el ezt, amíg megmutat magyar nemzetet. Istenem, tekints le a földre, némítsd el a fegyvereket most és mindörökre, mert addig nem lesz a földön béke és szeretet, még az Isten törvénye szerint nem fognak élni a földön érő emberek. Tovább nem mondani, talán elégyen. Október 6-ától 4 napon át Magyar Kanizsán vendégeskedett a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 27 diákja, valamint az iskola igazgatója Nagy György. A vajdasági Magyar Kanizsán nem először jártak már, hiszen a két település testvérvárosi kapcsolatot ápol. A legutóbbi gyerekfesztivál alkalmával pedig a két intézmény között testvériskolai kapcsolati dokumentumot írtak alá. Több napos kiránduláson fedezték fel a Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai Erdélyt. A határtalanul pályázat keretében Nagyváradon, majd Arany János szülőfalujában Nagyszalontán kirándultak a diákok. Túráztak a Tordai Hasadéknál. Tankönyveket, kézzel készített tárgyakat ajándékoztak a Böjte Csaba árvaház lakóinak. A 7. osztályos tanulók megnézték a gyulafehérvári templomot. Erdély fővárosa, Kolozsvár volt az utolsó állomása a kirándulásnak, ahol Mátyás király lovas szobra előtt koszorúztak. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület középkori hangulatot varázsolt a rendezvények házába. A felsőzsolcai óvodásoknak készségfejlesztő népi játékokat mutattak be. A fából készült játékok a gyerekek ügyességét, fantáziáját és erejét is próbára tették. A kezdeti bizonytalanságok után bátran vették birtokba a gyerekek a régmúlt idők játékait. Minden korosztály megtalálta a számára legérdekesebb, legszórakoztatóbb játékot. Kipróbálták a fakörhintát, az asztali logikai játékokat, üldözték a csodaszarvast, sőt, lovagi tornán is bizonyíthatták bátorságukat az ovisok. Ezek mind-mind régi-régi korok játékai, felújítva, újragyártva, elbeszélések alapján készítve el. Tehát ezekkel mind elődeink játszottak, sokkal már én is találkoztam, bár nem vagyok még annyira idős. Tehát szeretnék azt népszerűsíteni, hogy szép-szép és jó játékot lehet csinálni fából is. Tehát mindenképpen azt szeretnék, hogy a gyerek legyen közel a természethez, természetes anyaghoz legyen közel egy gyermek. Sajnos az időjárás nem engedte meg, hogy szabadtéren legyünk, de Isten igazából, hogy a szabadtérre menjünk ki és játszunk egy-két fadarabbal akár. Nekem 3 csemetém van otthon, és minden játékot velük próbáltatok ki. Ugye egy kész termék, egy kész játék, amit most lehet kapni úgymond a boltokban, bárhol máshol, egyszerű. Meghúzza, csillog, villog, 10 perc múlva sorokban van. És az elég sok olyan játék van, ami vagy a fantáziát kell megmozgassa hozzá, hogy működjön, vagy pedig kicsit fizikálisan kell, egy erősebb legyen, tehát melyik gyermek miben ügyes. Tehát meg kell próbálni a játékainkat.
A nem mindennapi játékos délelőtti programot az óvónénik is élvezték. Minden óvónő szerintem egy kicsit gyermek. És akkor persze, hogy tetszenek a játékok, mindig kipróbálják. Vagy amikor még a rendezvény nem indult el, akkor gyorsan ők végigpróbálják. Vagy pedig a rendezvény végén, és akkor gyorsan, gyere te is. Nehezen szokott beindulni, úgymond egy picikét, nem annyira szabadulnak fel az óvónénik, de imádják. Így ezek a készségfejlesztő, igazi élményt nyújtó játékok nem vesznek el a műanyag, csillogó-villogó játékok a tévé és a számítógép mellett. Mindezeken túl történelmi eseményeket is felidéznek. Az ovisoknak az erejük mellett a fejüket is használni kellett, szó szerint, hiszen az ünnepélyes Szent István király koronázását idéző játék során az ovi királyát választották meg. Óvodánk egy pályázatot nyújtott be a Magor és Társa Hagyományőrző Egyesülethez. Lehetett pályázni a népi játékoknak a helybe hozatalára. Ebben a pályázatban nyertünk, és itt szeretnék köszönetet mondani a régi képviselő testületnek, hiszen ennek a pályázatnak volt egy viszonylag komoly önrésze is, amivel nem akartuk a szülőket terhelni, és ezt az önrészt biztosította nekünk a képviselő testület. No, ennek ilyen előkészítő munka után került erre a mai napra sor, amikor a gyerekek olyan játékokkal ismerkedhetnek meg, amelyek már egy régi letűnt korok világát idézik, amit nyilván mi óvodai körülmények között nem tudunk számukra biztosítani. Én azért tartottam a kollégáimmal együtt fontosnak ezt a dolgot, mert nyilván a Zsolca TV figyelemmel kíséri az óvodai programjainkat, eseményeinket, és azt is látják, hogy nagyon sok olyan programunk van, főként két irányba szoktunk komolyabb rendezvényeket szervezni, az egyik az egészségmegőrzés, egészségnevelés, a másik pedig a hagyományok ápolása. Ugye nemrég volt, azt hiszem két hete a Mihály napi vásár, hivatalosan ahhoz szerettük volna mi ezt időzíteni, de hát nyilván ez egy nagyobb horderejű egyesület, sorba kellett egy picit állnunk, egyeztetnünk kellett az időpontot. És ennek kapcsán, tehát ehhez kapcsolva az óvodai programokhoz, a pedagógiai programba, így tartottuk fontosnak ezt, hogy szerezzünk a gyerekeknek egy élményt. És én úgy gondolom, ahogy itt ezt látom, hogy nagyon élvezik a gyerekek, és sikerült úgy megszerveznünk, ugye, hogy egész nap itt lesz ez az egyesület a játékaikkal, és így a két óvoda, próbáltuk őket korcsoportonként, egy pici logisztikai munka is van benne, és itt megragadom az alkalmat, hogy valóban a GAMESZ munkatársainak is megköszönjem, hogy nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk ebbe, hogy itt már valóban ez a 201 néhány gyerek jól érezze magát. Flashmobot tartottak Felső Zsolcán a Béke utcai kerékpárúton a Zsolca Tánc Együttes tagjai. A sportársas Zsolca elnevezésű pályázat keretében rendhagyó módon népszerűsítették a kerékpározást. Sokan csatlakoztak a Zsolca Tánc Együttes tagjaihoz, akik a kerékpározás népszerűsítésére nem mindennapi módon vállalkoztak. Népviseletben ültek nyeregre és vezették a menetet a Béke utcán nem régiben átadott kerékpárútra. Meg szerettük volna mutatni, hogy egy tánccsoport nem csak a színpadon tánccsoport, hanem a társadalmi életben, a közösségben is szerepet vállalunk. Kicsit látványelemnek szántuk azt, hogy viseletben vonulunk végig az újonnan épült kerékpárúton, és egy flashmob erejéig megörvendeztettük a közönséget is, akik vállalták, hogy csatlakoznak a menethez. Egyébként egy Európai Uniós pályázat keretében indult ez a mai nap projekt. Megjelent pályázati kiírásban Zsolca a sporttársad alcímmel jelent meg egy felhívás, amelyre kaptuk az alkalmat, az ötletet, és így pályázott a táncegyüttes erre a szerepre. Nyertünk sikeresen, és természetesen örömmel hajtottuk végre a feladatot. Két keréken, három keréken, nyolc keréken indultak a résztvevők a Béke utcára, ahol a Zsolca Tánc Együttes rögtönzött előadását láthatták, persze már görkorcsolya nélkül.
Csonka Laura felsőzsolcai származású történész, az ELTE doktorandusza Miskolcon tartott előadást a 2014-es holokauszt emlékév keretében rendezett konferencián. A Borsodobó-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében címmel rendezett konferencián Csonka Laura a holokauszt a Kádár korszak emlékezett politikája címmel tartott előadást. 2014. október 26-án vasárnap hajnalban 3 órakor, 2 órára, 1 órával vissza kell állítani az órákat. Ezzel elkezdődik a téli időszámítás. Az Európában egységesen alkalmazott óraállítási módszer azon alapszik, hogy a lakosság szokásos ébrenléti időszaka reggel 7 és este 10 óra között jobban egybeessen a természetes nappali világosság idejével. Az egy óra eltérést nagyjából egy nap alatt megszokja a szervezetünk. Szegeden vendégszerepelt az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő magyar nótaszerzők és énekesek észak-magyarországi csoportja. A 2 órás koncert során Egressy Béni és Dankó Pista nóták mellett operett is felcsendült a Tiszaparton található ifjúsági házban. Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 43. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!